Jó, a legjobban az a Nem, azért, mert bementek, és ott bent a Marx szobrot fotózták, még pedig egy ilyen installáció keretében, tehát ők egy akciót hajtottak végre. Ez egy politikai cselekmény, ami tilos. Az egyetem erre nem adott engedélyt. Ezt jelentik fel. Köszönöm szépen. Mi köt Marxhoz? Előre lelőjem a poént, én nem szeretnék Marxról beszélni. Számomra más érdekes kérdések vannak ebben a történetben. Én az egyetemi autonómiáról szeretnék beszélni. És a saját egyetememet szeretném megvédeni. Ezért hívtuk össze ezt a sajátokat. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, mindenkinek! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Igazán megtisztelő a sajtó jelenléte, és valóban szerettük volna a sajtó nyilvánosság előtt kifejteni a véleményünket, és hallatni a hangunkat egy bizonyos ügyben. Engem Deák Dánielnek hívnak, én ennek az egyetemnek az oktatója vagyok, és ezen alkalomból itt most az oktatói hálózat képviseletében lépett föl. Azért szerettük volna a sajtó nyilvánosság előtt elmondani a véleményünket, mert tiltakozni kívánunk Rétvári Bence államtitkár szombaton közzétett nyílt levelével szemben, mert úgy gondoljuk, hogy azzal, hogy az államtitkár úr felszólította az egyetem közösségét arra, hogy távolítson el egy marxista szobrot, ezzel durván beavatkozott az egyetemi autonómiába, az egyetemi élet önállóságába. Azt gondoljuk, hogy a politika nem teheti meg azt, hogy az egyetemi autonómiát megsérti, számunkra ez a legnagyobb probléma. Ehhez képest egy másodlagos kérdés az, hogy mi történik Marxszal. Az alapvető probléma, ami bennünket bánt és bennünket zavar, az az a mód, ahogyan ezt a kérdést felvetették. Elfogadhatatlan számunkra az, hogy a politika képviselője így módon beavatkozik az egyetem életébe. Engedjék meg, hogy egy nagyon rövid nyílt levelet felolvassak. Ez egy petíció, amelyet az egyetem szenátusához intézünk, amelyet azonban nyílt levél formájában teszünk meg, és miután ezt a levelet felolvastam, természetesen örömmel és szívesen válaszolok bármely fölmerülő kérdésre. Nyílt levél a Budapesti Corvinus Egyetem szenátusának, Röstöványi Zsolt rektor címén. Tisztelt szenátus! 2014. január 18-án Rétvári Bence államtitkár nyílt levélben arra szólította fel a Budapesti Corvinus Egyetem közösségét, hogy távolítsák el az egyetemről Karl Marx szobrát. Az államtitkári levél tartalmáról hadd ne szóljunk. Megtették ezt már helyettünk mások. Azt azonban nem értjük, mi köze az államtitkárnak egyetemünkhöz. Elvárjuk az államtitkártól és ELF barátaitól, hogy tartózkodjanak az egyetemi autonómia megsértésétől, és tartsák magukat a jogállamban elfogadott demokratikus értékrendhez. Nem ellenezzük azt, hogy az egyetemi nyilvánosság előtt vita induljon meg arról, meg akarjuk-e tartani a Marx szobrot, és az aulában elhelyezett egyéb emlékműveket, és ha igen, hol? Van nekünk például egy teleki emlékművünk is, amely hasonlóképpen vitákat, sőt indulatokat vált ki, hiszen Teleki Pál egy olyan miniszterelnök volt, akinek a működése alatt egy numerus clausus törvényt fogadtak el, és ez bizony sok embernek nem tetszik. E vitában ugyanakkor, folytatván a levelet, csakis az egyetem polgárainak van tanácskozási és szavazati joguk. E jogukkal is csak önmaguk, és nem egy párt képviseletében élhetnek. Azt kívánjuk, hogy a végrehajtó hatalom és a szolgálatukban álló pártok, ifjúsági szervezetek tartózkodjanak a nyomásgyakorlástól. El a kezekkel az egyetemünktől.
Azért vagyok itt, hogy mint az egyetem oktatója, magam eszközeivel védjem a saját egyetememet. Védjem a politikai önkénnyel, a politikai beavatkozással szemben. Tisztelt szenátus, folytatván a levelet. Kérjük, a szenátus kezdeményezzen tisztázó megbeszélést az egyetem nyilvánossága előtt. Mi történjék a Marx szoborral? De a nyilvánosság előtt tenném hozzá, nem zárt ajtók mögött. Teremtsen a tisztelt szenátus alkalmat ahhoz, hogy ennek kapcsán egyetemi polgárhoz, demokratához méltó módon számot vethessünk saját múltunkkal és jövőnkkel. Törvényesen megválasztott vezetőinktől elvárjuk, hogy mutassanak példát. Ugyan miben bízhatnánk, ha nem a saját igazunkban? A kormányzó hatalom képviselőinek nem lehetnek illúzióik. A még oly nagy politikai többség sem pótolhatja az egyetemi tudást. És van még egy bekezdés, ebben egy korábbi levelünkre utalunk, tavaly január 31-én a nagy egyetemi tiltakozások alatt szintén egy nyílt levelet fogalmaztunk meg, amelyet az egyetem rektorának címeztünk, ezt azonban most érzékelvén türelmük végét nem fogom itt folytatni, de természetesen nyílt levelet közzé tesszük, ezt a szenátushoz eljuttatjuk, és szeretnénk, ha a petíciónkat minél többen aláírnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és parancsoljanak három kérdéseiket. Igen, az egyetemi aula a kis magyar valóság. Szinte kis magyar pornográfiának nevezhetném, irodalmi mintára utalva, hiszen olyan alakok kerültek egymás mellé, akik bizony nem egymás mellé illenek. Ugye a fő helyen Marxnak a hatalmas szobra van, hadd ne beszéljek most sem Marxról, sem a szoborról, mert nem erről szól ez a mai sajtótájékoztató. Vele szemben Nagy Imre. Eleve ugye egy érdekes viszony, érdekes feszültség, érdekes párhuzam, ami Marx és Nagy Imre között van. Oldalt Teleki Pálnak az emlékműve található meg, akinek valóban van köze az egyetemhez, mert volt egy gazdaságföldrajzi tanszék, amelyet tudtommal ő alapított. Ugyanakkor, mint említettem, Teleki Pál megosztó személyiség. Teleki Pál volt az a miniszterelnök, akinek a működése alatt, mint említettem, egy numerus clausus törvényt elfogadtak, egy antiszemita törvényt, amely számomra, és gondolom, hogy sok demokrata meggyőződésű polgár számára elfogadhatatlan és tűrhetetlen. Ezért nem szeretnénk ott látni Teleki Pálnak az emlékművét, de még egyszer mondanám, a sajtótájékoztató tárgya nem ez. A sajtótájékoztató tárgya az egyetem védelme, az egyetemi autonómia védelme és a politika beavatkozásával szembeni védekezés. Ehhez képest egy másodlagos kérdés az, hogy mit gondolok Marxról. Ott tegyek egyetlen apró kommentárt az itt előbb lejátszódott demonstrációra és ezekre a kis táblákra. Itt az egyetemen gyakran foglalkozunk társadalomtudományi kérdésekkel, és próbáljuk a hallgatóinkkal is megszerettetni a társadalomtudományokat. Biztosíthatom önöket, nem ilyen kis kivágott és kontextusból kiragadt idézetekkel próbáljuk a hallgatóinkat okítani, hanem valóban komoly szövegeket komoly módon tanulmányozunk. Az, ami itt történt, ezeknek a kis tábláknak a kihelyezésével, ezekből a teljesen értelmetlen összefüggéséből kiragadott idézetekkel, ez nevetséges, mondhatnám kezdetleges, primitív. Ezért nincs kivel vitatkoznom ebben a tekintetben. Én nem vagyok már olyan nagyon fiatal, és volt életemben 3-4 év, amikor nagyon komolyan foglalkoztam Marxsal. Ez természetesen a 70-es és 80-es évek fordulója volt, vagyis eléggé régen. Azonban ez egy nagyon progresszív társadalomtudomány volt. Nagyon sokat tanultunk Marxtól, különösképpen a fiatal Marxtól. Ez valósággal forradalmi volt, amit mi akkor Marxtól tanultunk, például a gazdasági filozófiai kéziratokból. Úgyhogy mind a mai napig számomra ez egy fontos emlék és egy kedves emlék, és természetesen 25 évvel később kicsit másként látom a Marxi életművet, és tisztában vagyok annak 19. századi mi voltával. De hát azért az nem kétséges számomra, hogy az európai társadalomtörténet egy kiemelkedő képviselőjéről mondhatni, egy óriásáról van szó. És mivel óriás, ezért megosztja az embereket, megosztja a közéleményt. Különböző komoly emberek komoly módon, de más és más módon viszonyulnak Marxhoz. Ez teljesen természetes. De az a primitív mód, ahogy itt idézetecskéket kihelyeznek, ez nem méltó sem Marxhoz, és talán megkockáztatnám ezekhez az emberekhez sem, akik szervezték ezt a demonstrációt, és főként nem méltó az egyetemünkhez. Köszönöm.
bármilyen megmozdulást szervez a diákság ezzel kapcsolatban, vagy önök? Hát ezt nem tudom, ugye szombaton jelent meg az államtitkár úrnak a levele. Azt gondoltuk, hogy erre mindenképpen reagálnunk kell, különösképpen miután egy politikai szerveződés ide sajtótájékoztatót hirdetett, azt gondoltuk, hogy nem maradtunk ki mi sem, és jeleznünk, érzékeltetnünk kell azt, hogy más vélemény, más hang is van. Jelenleg itt tartunk, nagyon rövid időt telt el szombat óta, hogy a továbbiakban szükség, milyen lépésekre lesz szükség, és miképpen kell megszerveznünk magunkat, ez majd a jövő kérdése. Azért arra hadd emlékeztessem mindannyiunkat, és itt a hölgyeket és az urakat is, hogy az egyetem, az egyetemünk és általában a magyar egyetemek rendkívül nehéz helyzetben van. Az egyetemeink az elmúlt 4 évben erőforrásaik 1/3-át elveszítették. Ez egy drámai változás. Elveszítettük a hallgatók 1/3-át, elveszítettük az oktatók 1/3-át, elveszítettük az állami támogatás, az alapvető források 1/3-át. Az egyetemeink ma lepusztult, lerongyolt állapotban vannak. Úgyhogy ilyen helyzetben bizony nagyon homályos a jövő. És ha még ilyen helyzetben hergelnek bennünket mindenféle politikai beavatkozásokkal, bizony ez nem tesz jót sem az egyetemnek, sem az oktatóknak, sem a hallgatóknak, de a társadalomnak sem. Meg kell érteni azt, hogy egy jól működő társadalomban alrendszerek vannak, amelyek a maguk szabályait, a maguk értékrendjét követik, a maguk nyelvén beszélnek. És ha ebbe a politika belegyalogol, belegázol, azzal csak rosszat tesz. Az egyetem akkor tudja a legtöbbet tenni a társadalomnak, ha a maga sajátos értékrendje szerint tud megszerveződni. Ha ezt a politika nem érti meg, rendelkezik bármekkora többséggel, akkor az a politika nem jó, és az nekem nem tetszik. És amennyiben ez az egyetemi autonómiát sérti, már pedig sérti, akkor ez ellen egyet tudok tenni jó lelkiismerettel, tiltakozom. Kérdezni szeretnék én is, milyen más az egyetemi autonómiát sértő intézkedésből lehet még tudni, vagy vannak-e ilyenek, például a közgazdasági egyetemen? Természetesen igen. A legnagyobb probléma a forráshiány. Tehát az, hogy éhen halunk. Azt, hogy teljesen bizonytalan és kiszámíthatatlan helyzetben vagyunk. Nem tudjuk azt, hogy holnap milyen rendelet születik. Nem tudunk tervezni. Hiszen egyik pillanatban a másikra elvonnak összegeket, zárolnak, aztán adnak, nem tudjuk, hogy miért, miért éppen most adtak, miért pont ennyit, mire használjuk föl. Pedig tökéletesen kiszámíthatatlan helyzetben vagyunk. Mindenek előtt tehát egy világos, átfogó szabályozást szeretnénk, és természetesen az egyetem méltó működéséhez szükséges forrásokat. És csak utána következik a többi kérdés. Nekem is lenne még egy kérdésem, hogy az elején kiemelte a hallgatói állazatnak a graffitiét és a munkásságát. Igen. És hogy azok a tiltakozások miben voltak mások, mint például ez? Azt gondolom, hogy egytől fakadnak ezek a tiltakozások. Természetesen azért azok másról szóltak, mert más volt a helyzet januárban, februárban, december, január, februárban. Valóban, akkor egy országos méretű hallgatói és oktatói tiltakozás volt, mert elviselhetetlenek voltak azok az intézkedések, amelyekkel az egyetemet fenyegették, és amelyek közül néhányat azóta finomítottak, nem vontak vissza, de legalábbis finomítottak. Ez most messze nem egy olyan jelentős akció. Ezzel az akcióval azt szeretjük volna jelezni, hogy amikor a politika ilyen látványos és durva módon beavatkozik az egyetem életébe, akkor ez számukra elfogadhatatlan. Szerettük volna jelezni, hogy vannak olyan egyetemi polgárok, akik ezt nem tűrik el, és nem hagyják szemben. Politikusok kézi vezérlő pozícióba kerüléséről van szó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak és segítették a munkánkat, segítették az egyetem ügyét, és reméljük, hogy a jövőben egy